Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt jelenlévők! A Jász-Nagykun Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület választási irodája, valamint a karcagvárosi polgármesteri hivatal nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor miniszter urat, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét és kedves családját. Köszöntöm Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat, karcagváros szülöttét. Köszöntöm Rencné dr. Bezdán Edit főjegyzőasszonyt, a területi választási iroda vezetőjét. Dr. Zsembeli József urat, a Jász-Nagykun Szolnok megyei 3. számú országos egyéni választókerület választási bizottságának elnökét. Karcagváros polgármesterét, Dobos László polgármesterét. Dr. Kállai Máriát, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal kormány megbízottját. Dr. Szakarai Erzsébet asszonyt, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal főigazgatóját. Köszöntöm térségünk járási hivatalainak vezetőit, Horos Juliannát, Páldiné dr. Ágoston Liviát, Varga Tibor urat, Karcagváros testvérvárosának, Kunszent Miklósnak az alpolgármesterét, Lesi Árpád urat. Köszöntöm városunk alpolgármesterét, Kovács Szilviát és Gyurcsek Jánost, valamint a képviselőtestület tagjait. Köszöntöm a Jász-Nagykun Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület valamennyi megjelent polgármestereit és a választási irodák vezetőit. És minden kedves vendégünket. Tisztelt jelenlévők! Mint ismeretes, 2014. április 6-án országgyűlési képviselői választásra került sor. A választási eljárásra vonatkozó törvény szerint az egyéni választókerületi választási bizottság feladata, hogy átadja a választókerület megválasztott egyéni országgyűlési képviselőjének a megbízó levelet. De még mielőtt erre sor kerülne, kérem fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat. Közreműködik Klós Csilla tárogatón és Darók Illés Dávid zongorán. Thank you.
és most pedig felkérem választókerületünk választási bizottságának elnökét, szíveskedjen beszámolni a bizottság működéséről és az országgyűlési egyéni választókerület választási eredményéről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy jegyző úr is említette, röviden szeretnék beszámolni a választási bizottság eredményei munkájáról, illetve végig az eredményekről. Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők választását 2014. április 6. napjára tűzte ki. Karcag Városi Önkormányzatának képviselő testülete a 2014. február 13. napján megtartott ülésén megválasztotta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és póttagjait. Tagok: dr. Zsember József, Kapcsán Diné dr. Abonyi Katalin és Baranya Pál. Póttagok: Pintér Lászlóné, Sipos Ferencné. A választott tagok Karcag várospolgármester előtt esküdtettek és átvették a megbízó leveleket. A választási bizottság alakuló ülését 2014. február 17-én tartotta meg. A bizottság elnökének dr. Zsember Józsefet, elnökhelyettesének Kapcsán Diné dr. Rabonyi Katalin választott tagokat egyhangulag választotta meg. Ezt követően 6 jelölő szervezet által megbízott tag csatlakozott a választási bizottsághoz. A bejelentés sorrendjében a következők voltak ők. Dr. Varga László, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt. Nagy József, Magyar Munkáspárt. Kántor Lajos, a baloldali összefogás pártjainak képviseletében. Dr. Sélei Ilona, Jobbik Magyarországért Mozgalom. Győri Sándor Mé, a Haza Nem Eladó Mozgalom párt. Kökény József, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja. A 6 megbízott tag is esküdtett és átvették a megbízó leveleket. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság ezt követően 9 fős bizottságként tevékenykedett tovább. A választási bizottság feladata volt többek között a jelöltek nyilvántartásba vétele, a választással kapcsolatos kifogások elbírálása, a jelöltek szavazólapi sorrendjének a kisorsolása, a szavazólapok adattartalmának ellenőrzése és jóváhagyása, illetve az egyéni választókerületi választás eredményének a megállapítása. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság működése során 34 határozatot és 4 jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A választási bizottság 14 fő országgyűlési képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. 5 fő esetében a jelölt esetében a nyilvántartásba vételt elutasítottuk. A választási eljárás időtartama alatt 4 kifogás érkezett a választási bizottsághoz, a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozva. A választási bizottság 3 kifogást elutasított, 1 kifogásnak pedig részben helyt adott. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 3 határozatával szemben nyújtottak be fellebbezést. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezéseket mindhárom esetben elutasította, és a határozatokat helyben hagyta. Ezúton is szeretném megköszönni a választási iroda munkatársainak, a választási bizottságnak nyújtott hozzáértő és fáradhatatlan segítségét. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat, és megállapította a 2014. április 6-ai országgyűlési képviselők választásának egyéni választókerületi választási eredményét, amelyet jegyzőkönyvben rögzített és közzétett. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületben a választás törvényesen és eredményesen zajlott le. A választókerület 96 szavazóköri jegyzőkönyve adatainak összesítését ismertetem most. A 4 jegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében levő választópolgárok száma 79.165 fő. Átjelentkezett választópolgárok száma 1.344 fő. A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 124 fő. A választópolgárok száma összesen 80.000
633 fő. A szavazókörökben megjelent választópolgárok száma 44.147 fő. Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak a száma 1329. A szavazó választópolgárok száma összesen ez alapján 45.476 fő, ez 56,4%-os részvételt jelent. Urnában és beérkezett borítékokban levő szavazólapok száma összesen 45.426 darab volt. Érvénytelen szavazólapok száma 611 darab. Érvényes szavazólapok száma 44.815. És most ismertetem a szavazatok számát jelöltenként. Kapás József, Seres Mária szövetségesei képviseletében 226 érvényes szavazatot kapott. Tótné Ábrahám Edit, a Haza nem eladó mozgalom párt, 263 szavazat. Péntek Ildikó, Lehet más a politika, 948 szavazat. Málovics Martin Dániel, Új Magyarországért párt, 12 szavazat. Kalló Levente, Magyarországi cigánypárt, 85 szavazat. Dr. Lukács László György, Jobbik Magyarországért mozgalom, 11.511 szavazat. Pásztorné Kovács Krisztina, összefogáspárt, 72 szavazat. Ozsvárt László, Magyar Szocialista Párt, Együtt a Korszakváltó Pártja, Demokratikus Koalíció Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt közös jelöltje, 7.719 szavazat. Dr. Fazekas Sándor, Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Keresztény Demokrata Néppárt, 23.201 szavazat. Dúl Krisztián Norbert, Magyar Munkáspárt, 434 szavazat. Engler Ildikó, Nemzeti Érdekért Párt, 20 szavazat. Földesné Keresztes Szilvia, Keresztes Marián Szilvia, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, 83 szavazat. Farkas László, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja, 161 szavazat. Nagy Gyula, Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt, 80 szavazat. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Jászlóton Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületben a megválasztott országgyűlési képviselő 23.201 érvényes szavazattal, ami az összes szavazatoknak az 51,77%-a, Dr. Fazekas Sándor, Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt jelöltje. Ezúton is gratulálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm elnök úrnak a beszámolóját, és egyúttal felkérem, hogy ezen a szép napon, Szent György napján miniszter úrnak adja át az országgyűlési képviselői választása alkalmából a megbízó levelet. Megkérem miniszter úrat, hogy fáradjon ide az emelvényen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A karcagi Fidesz frakció jelezte, hogy mandátum átadása alkalmából miniszter urat szeretnék köszönteni. Tisztelt miniszter úr, kedves anyi és kedves Ilcsi, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Karcagváros képviselőtestületének Fidesz frakciójának tagjai valóban egy csekély ajándékkal szeretnék köszönteni miniszter urat az egyéni országgyűlési választáson elért győzelméhez gratulálva a szép siker okán. Már meg sem kell kérnem a frakciótagokat, mert nagyon fegyelmezetten odaálltak a helyükre, és valóban egy csekély ajándékkal szeretnénk kedveskedni. Az ajándék egy könyv lesz, egy Márai Sándor könyv, hiszen tudjuk, hogy miniszter úr nagy könyvrajongó és könyvgyűjtő. A könyvnek az az érdekessége, hogy a szerző saját kezű aláírása található benne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindannyiunk nevében gratulálok miniszter úrnak, munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk, és most lehetőséget adunk, hogy szóljon hozzánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, jegyző úr, tisztelt elnök úr, kormány megbízott asszony, szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a sok támogatást, az odafigyelést, a szavazatokat, mindenkinek a munkáját, amelynek köszönhetően most itt állhatok, úgy, mint aki ezt a körzetet, a Nagykunságot és a Közép-Tiszavidéket, önöket fogja képviselni az elkövetkező 4 évben a Magyarország gyűlésben. Ez mindenképpen egy felemelő pillanat a számomra, először vagyok ebben a minőségben, itt önökkel együtt, és ilyenkor az ember előtt sokféle gondolat megjelenik. Köszönöm a figyelmességet. Márai Sándor könyv a Vendégjáték borzálóban című regény azt a világot jutatja az eszembe, amelynek Márai átélője, részese volt. Egy olyan korban kezdett el írni, amikor bizony a magyarok összetartoztak, a határok még nem választották el őket, egy felemelkedő időszak volt, és aztán sok történelmi kataklizmát kellett túlélnie, de a magyarságba vetett hitét mindig megőrizte. És én azt hiszem, hogy ez egy olyan üzenet ennek a kötetnek is, és a gesztusnak, amit nagyon köszönök, az aláírásnak, amely átível évtizedeken keresztül, amely számunkra mindig erőt kell, hogy adjon. Hogy dolgozzunk egy olyan korért, amelyre aztán elmondhatják az utánunk következőt is, hogy a magyarságnak egy felemelkedő időszaka volt. Egy olyan időszak, amikor a nemzet erőre talál, megtalálja saját szellemét, lelkét, nemzeti öntudatát, és ezáltal biztosítjuk azt, hogy fönnmaradjunk itt a Kárpát-medencében, itt ebben a hazában is, hogy minél többen legyünk, minél több külföldre, messzi távolra elszakadt honfitársunkat hozzunk haza, és minél eredményesebben dolgozunk itt ezen a tájon, találva megélhetést építve egy olyan országot, amelyben mindenki otthon érzi magát. Én ezt fontos feladatomnak tartom, és köszönöm azt, hogy ilyen sokan segítettek és támogattak az elmúlt években, hónapokban és napokban is. Szeretném megköszönni családomnak, feleségemnek, fiaimnak, édesapámnak, testvéremnek, az ő családtagjaiknak, a Fidesz KDNP szervezetének,
Varga Mihály miniszter úrnak, minden segítőmnek, több mint 600-an segítettek ebben a kampányban, hogy olyan eredményt értünk el, amely biztos hátteret jelent az elkövetkező időszaknak a munkájához. De számítok mindenkire, aki a körzetben él és dolgozik, és ők is számíthatnak rám, ugyanazzal a szívóskunk kitartással szeretnék a jövőben is dolgozni, szolgálni, hogy azt eddig is tettem. És azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy rendkívüli pillanat az én életemben is, de egy új kezdet a körzetben, hiszen ebben a formában először tartozik össze a Nagykunság és a Közép-Tiszavidék, újfajta, új felállású országgyűlés, új alkotmány alapján működését megkezdő országgyűlés és hétköznapjait élő ország vagyunk. Rengeteg olyan lehetőséggel, amely itt kínálkozik előttünk, és amelyeket szerintem meg tudunk ragadni. Én szeretném megköszönni a választási szervekben dolgozóknak a munkáját, és meggyőződésem az, hogy a demokráciának egy igazi ünnepe volt a mostani választás, hiszen sok jelölt közül lehetett választani, viszonylag, hogy is mondjam, demokrációhoz méltó stílusban zajlott a kampány, én rengeteg felemelő pillanatnak lehettem a részes, amelyek nem voltak túl felemelő pillanatok, azokra szerintem nem érdemes a szót vesztegetni. És az a filozófia, amit vallottunk, hogy hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, szerintem azért most vált igazán kézzelfoghatóvá ebben a kampányban. Rengeteg olyan élmény fűz a településekhez, az ott lezajlott rendezvényekhez, azokhoz az emberekhez, akikkel volt módon megismerkedni, akikkel találkoztam, amely az én gondolkozásomat is nagy mértékben formálja. Csodálatos azt látni, hogy itt a mi vidékünkön milyen sok kiváló ember él, dolgozik, tesz a közösségért, és ez egy olyan alap, amire tudjuk a jövőt is ráépíteni. Együtt tudjunk majd dolgozni azért, hogy itt a mi vidékünk is virágzó tája legyen Magyarországnak, hiszen a nemzetépítésnek egy olyan új korszaka kezdődött most. A szavazatokkal egy olyan új történelmet nyitottunk most, amely tényleg kézzelfogható és a szemünk láttára zajlik. Magyarország újra erős és felemelkedő nemzet, ezen az úton haladunk előre. Mindenkinek munkát tudunk adni, mindenkinek méltó megélhetést, minden településnek pedig fejlődést. És én bízom benne, hogy ez a munka ez most egy új lendületet fog venni a választások által, az új országgyűlés és az új kormány munkájának a kezdetével. Én szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a segítséget. Dolgozom tehát tovább ebben a minőségben és de ugyanabban a szellemben, mint eddig. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Befejezésül engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak a választókerületünk választási bizottság tagjainak a munkájáért. Köszönetet mondok a választási irodák tagjainak a lelkiismeretes, pontos munkájáért, a területi választási iroda közreműködéséért.